Sziasztok, Betty vagyok, ez pedig a Golden Mirror Podcast legújabb epizódja. A mai részben egy nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, mégpedig a digitális detoxról és a mindfulnessről. Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert bár sokszor szoktam mondani az epizódjaimra, hogy na ez az, amit mindenkinek meg kell hallgatnia, de tényleg egyre több ilyen van. Ennél is úgy gondolom, hogy ez érint mindenkit, férfit, nőt, fiatalt, időst, egyedülállót, párkapcsolatban élőt, mindenkit érint, ugyanis nem tudjuk kikerülni egyszerűen azt, hogy ne essünk bele ebbe a csapdába, és időnként ne szippantson be minket a digitális világ. Tóth Réka Ibolyával, mindfulness oktatóval beszélgettünk erről a témáról, egy eléggé zsúfolt kávézóban, úgyhogy ne haragudjatok, a háttérzaj most picit hangosabb a megszokottnál, de új helyre ültünk be, és ezt nem kalkuláltuk bele. A szuper tartalom viszont úgy gondolom, hogy mindenkit kárpótolni fog. Hallgassátok nagyon-nagyon sok szeretettel, és remélem, hogy minél több dolgot hasznosítani tudtok majd belőle. Szia, Réka Ibolya! Hello! Örülök, hogy itt vagy velünk a Golden Milk Podcast-en. A mai témánk az leginkább ugye a digitális detox lesz, és ennek a kapcsolata a mindfulness-szel. Elárulnád azoknak, akik nem ismerik a mindfulness kifejezést, hogy ez mit is takar pontosan? Nagy örömmel! A mindfulness-t mindig úgy szoktam definiálni, ha mondhatom így, hogy a jelen pillanatban való megérkezés. Mert a jelenünkkel elkezdünk kapcsolatot teremteni, és egyre inkább megéljük az életünket részletgazdagabban, megismerjük egyre inkább a gondolatainkat, az érzéseinket, mindent, ami bennünk van valójában. Úgyhogy a mindfulness-szel gyakorlatilag azt tudod fejleszteni, hogy megérkezz az életedbe, és még hitelesebb kapcsolatot teremts önmagaddal. Szokták magyarul a tudatosságra fordítani. Hogy gondolod, ez lefedi ez a kifejezés, vagy hogy pontosítanád? Uh-huh. Ugye a magyar fordítás az a tudatos jelenlét gyakorlatilag, és akkor nagyon-nagyon gyorsan az embernek az juthat eszébe, hogy igen, akkor én már, ha ezt elkezdem gyakorolni, akkor ugye tudatossá válok. És valóban így van egyébként szerintem, hogy amint elkezd valaki gyakorolni, vagy csak az informális mindfulness gyakorlásokat beépíteni az életébe, megjelenik valóban egy tudatosság, és sokkal élesebben kezdi látni az életét az ember, aki ezzel elkezd foglalkozni. Nem titok, hogy egy komolyan ismereti út szerintem ez, amikor elkezd valaki mindfulness-t gyakorolni, és igen, a tudatosság az önismerettel szerintem fejlődik nap mint nap. Beszélgettünk a podcast felvétel előtt, és mindketten úgy gondoljuk, hogy ezt mindenkinek alkalmaznia kellene, ezt a módszert. De mégis milyen fázisai vannak? Hogy képzeljen el egy mindfulness órát, vagy egy mindfulness szertartást az, aki szeretne egy picit jobban megismerkedni ezzel a metódussal? És sok formában lehet egyébként a mindfulness-hez kapcsolódni. Ugye van az, amikor valaki egy oktatót választ, és akár csoportos, akár magán úton elkezdi a technikákat elsajátítani. Én ugye privát órákat tartok, tehát nem tartok csoportos órákat, és a privát óráknak van kvázi egy íve, ahogy eljutunk az önismeret és a mindfulness megismerésében egy A pontból B pontba, valahonnan, valahova eljutunk. És ez nyilván azt is jelenti, hogy egyre inkább megismertetem a tanítványokkal a technikákat, és leginkább azt, hogy hogyan tudják ezeket a technikákat valóban alkalmazni az életükbe. Ugye a mindfulnessnek vannak formális és informális gyakorlatai. Ugye a formális gyakorlás talán ez az, ami mindig eszünkbe jut, hogyha mindfulnessről hallunk, hogy valaki leül vagy lefekszik és meditál. Igen.
De ami nagyon izgalmas, hogy nagyon-nagyon sok olyan pici, apró trükk van, amit informális gyakorlásnak nevezünk, és ez szerintem a csodája a mindfulnessnek, mert valójában az életünkre való kapcsolódás, az életünkre való fókuszálás jelenti, és az egyes élethelyzetekre való mindful technikákat, praktikákat jelenti, hogy például hogyan tudok jelen lenni egy beszélgetésben, hogyan tudok esetleg a telefonommal tudatosabb kapcsolatot kiépíteni, vagy akár egy zuhanyzás hogyan válhat mindfullá. Ez nagyon-nagyon érdekesen hangzik, és biztos rengeteg tipp és praktika van ezekre. Ami mi esetünkben most a legaktuálisabb, a beszélgetés szempontjából is, illetve szerintem mindenkinek az életében ez egy olyan pont, egy olyan szálka, ami ott van az ujjában, és szeretnék kiszedni, piszkálgatja, de nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan kellene, mégpedig az online térben való jelenlét. Nem tudunk elmenekülni előle, ott a telefonunk, ott a Netflix, ott vannak a hírportálok, stb. Applikáció, nem is tudom hányat lehetne felsorolni, amik rengeteg időt rabolnak el tőlünk, és sokszor ez akár lelkiismeret furdalást is tud okozni. Mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének egy kicsit tudatosabbak lenni ebben, és szeretnék irányítani az erre fordított idejüket? Igen, ez egy nagyon komplex dolog, és annyira körbeöleli az életünket, gyakorlatilag minden területét, annyira szerves része az életünknek, hogy tényleg már fel se tűnik, hogy ott van, mert annyira evidenssé vált, hogy digitálisan jelen vagyunk, és ez szerintem nem baj. Tehát nagyon-nagyon fontos szerintem azt tudatosítani, hogy nem kell magunkat ostorral csapkodni azért, mert mi mondjuk ebbe benne vagyunk, és számomra egyébként a Digital Detox ez nem arról szól, hogy akkor vágjuk le magunkat erről a történetről, és akkor innentől kezdve egy ilyen nomádként éljük az életünket, mert hogy a modern világban szerintem nem ez a reális hozzáállás, és valóban sok olyan jó dologtól, amit a modern világ ad nekünk, lezárnánk magunkat. Én azt gondolom, hogy mint minden változás, legelőször a tudatosítással kezdődik. Tehát inkább azzal érdemes legelőször ilyen első lépésként foglalkozni, hogy hogyan viszonyulok ehhez a témához? Mennyire fontos nekem az, hogy nekem ez megtörténjen az életemben? Milyen a viszonyom egyáltalán a telefonommal? Milyenek az érzéseim mondjuk azelőtt, hogy én megfogom ezt a telefont, és mondjuk mi történik azután, miután én valamit megnéztem a telefonomban? Vagy például hogyan érzem magam akkor, amikor mondjuk elveszik egy óra az életemből, és csak scrollingoltam az Instagram feedemet, és gyakorlatilag nem történt semmi, de valójában valami történt, és azt érzem, hogy eltűnt, elröppent egy órám. Szóval érdemes azokat a pillanatokat tudatosítani, hogy én hogy vagyok jelen ebben az egészben, és melyek azok a csatornák, platformok, amikhez én egyébként kapcsolódom, és hogy én ezekhez való kapcsolódásom után hogy érzem magam. Uh-huh. Szerintem ez maga a mindfulness, hogy én hogy vagyok bizonyos élethelyzetekben, és milyen a viszonyulásom dolgokhoz. Most itt több dolog is az eszembe jutott. Az egyik az, hogy érzed magad utána, miután ez a platformhoz nyúltál, és időt töltöttél rajta. Vannak olyanok, amiktől pozitívumot kapunk, mondjuk a Pinterest, az szerintem rosszat a Pinterestről nem lehet mondani, mert ott tényleg inspirálódik az ember, ott talán csak pozitív output érkezik. Ott az Instagram, ami egy nagyon komplex felület, és hogyha tudatosan választjuk ki, hogy használjuk, mennyit használunk, kit követünk, mit osztunk meg, akkor egy inspiráló felület tud lenni, viszont át lehet esni a ló túloldalára is, nem valós tartalmakat fogyasztani, és vannak az olyan oldalak, portálok, ahol mondjuk tájékozódunk a világ történéseiről, dolgairól,
szükség van rá, hogy tudjuk, hogy mi az, ami minket körülvesz, mert csak így tudunk tudatosan élni ebben a világban, viszont utána általában egy negatív érzést kelt az emberben mindaz, ami lecsapódott. Ezeket felismerjük, anélkül, hogy jobban belemélyedjünk a mindfulnessbe, és itt kérdezném meg, hogy mi erre a mód, hogy ennek tudatában te eldöntsd, hogy mire mennyi időt szánsz, és hogyan használod ezeket a felületeket. Igen, én azt gondolom, hogy érdemes tudatosítani azt, hogy milyen applikációk vannak például az én telefonomon. És igenis, akár érdemes kategorizálni, hogy melyek azok az applikációk, azok a funkciók például egy telefonban, amik az életemet megkönnyítik, és melyek azok, amik kvázi ilyen junk foodként instant dolgokat adnak nekem, viszont hosszú távon valamit érzek, hogy elvesznek egyben tőlem. És amikor ezt így mondjuk megnézem, hogy most én nekem a screenemen hány ilyen applikáció van? Mondjuk egy szóval bármilyen térkép alkalmazás, GPS alkalmazás, még azt gondolom, hogy még a fotózás funkció is egy olyan dolog a telefonban, ami alapvetően nem veszi el nagyon a te figyelmedet. Viszont a social media, a Netflix, és rengeteg, és egyébként szerintem említetted a hír portáloknak az applikációi, olyan applikációk, amik kvázi úgy vannak kitalálva, úgy pörgetik az algoritmusukat, hogy minél inkább ott ragadjál, minél több időt töltsél ott, és történjen veled valami, mindig valami új. És ezt érdemes igazából tudatosítani, hogy arányaiban milyen applikációkkal töltöm én az időmet, és tudok egyébként megállt parancsolni magamnak, de ez tényleg ott kezdődik, hogy én elkezdem tudatosítani, hogy milyen applikációim vannak, illetve hogy nekem mit adnak ezek az applikációk. És ez nem azt jelenti, hogy ezeket le kell törölni, ez fontos szerintem elmondani. Mert tényleg nem a két véglet között kell szerintem gondolkozni, hanem valahogy egy egyensúlyt teremteni, ami, mint tudjuk, a legnehezebb igazából. Igen. Az már egy nagyon radikális megoldás szerinted, hogyha például akár egy napirendhez hasonlóan leírja az ember magának, hogy hány órát, ezt rossz volt kimondani is, mennyi időt tölt ezeken a felületeken egy nap, hogyha összeadja, ez hosszú távon fenntartható, vagy ez egy olyasmi, mint egy versenydiéta, hogy koplalok, aztán majd úgyis újra eszem pár hét múlva. Visszatérek hozzá, igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon ilyen mesterséges dolog lenne naplózni azt, hogy mi mit csinálunk, bár szerintem nagyon okos, mert most már a legtöbb telefon a képernyőidőt méri, és azért napi szinten akár még egy remindert is küld számunkra, hogy hány órát töltöttünk el vele, bármivel, és még kategorizálja is egyébként, hogy mivel mennyi időt töltöttünk. És ez szerintem egy jó fejlődési pont már, hogy kvázi a telefonfejlesztők is elkezdtek afelé menni, hogy ott van a kezedben valami, egyértelmű, hogy fogod most már használni, nem kell meggyőznünk téged, hogy használd, gyakorlatilag nem tudod az életedet nélküle élni, mert nagyon sok mindentől elzárod magad, hogyha ezt nem használod, viszont próbáld meg egy picit tudatosabban használni. Hozzáteszem, azon túl, hogy itt a képernyőidő mérés történik, más segítséget nem kapunk, de hát pont emiatt beszélgetünk szerintem erről ma. Így van. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy melyik korcsoportra hogyan hat, és belőlük mit vált ki. Én háromra bontanám. Ugye van az Z-generáció, akik már ebbe születtek bele, nagyon-nagyon érintettek benne, és nem tudjuk, hogy hosszú távon az ő személyiségükre ez hogyan fog hatni. Ott van a mi generációnk, a millennials, akiknek a születésekor bár voltak már számítógépek, de szerintem még nem úgy nőttünk föl. Tini korunkban jelentek meg a
színes kijelzős telefonok, akkor volt a Messenger korszak. Mi már bele-bele kóstoltunk, de azért nekünk volt egy egészséges szabadságunk. Szerintem az önképünket még nem igazán nyírbálta meg a fiatalabb éveinkben a social media, és ott van az idősebb generáció, szüleink, nagyszüleink, és ez nagyon vicces, hogy még a nagyszüleinket is be tudja szippantani. Pont erről beszélgetünk egy barátnőmmel, hogy a 74 éves mamája egész nap WhatsApp-ol, meg Instagram-mozik, és rengeteg követője van a mamájának. Wow! És mindannyiunkból, minden generációból egy picit mást vált ki, és nem ugyanúgy hat akár tényleg az idősebb generációra, aki leért szinte egy egész életet ezek nélkül, a felületek nélkül, és most bum, hirtelen ott van, és nekik talán a legnehezebb ehhez alkalmazkodni, aztán ott vagyunk mi, akiknek az élete felében ott volt, másik felében nem, és aki ebbe született. Te ezt hogy látod? Vannak akár mind a három csoportból tapasztalataid, vagy tanulmányok, amiket olvastál erről? Mesélsz erről nekünk? Alapvetően nagyon érdekes a kérdés, mert nyilvánvalóan, ahogyan a generációkat ugye elkülönítjük, nem véletlenül különítjük el, mert teljesen más környezethez kell adaptálódnia ezeknek a generációknak. Igen, én is azt gondolom, hogy érdemes őket külön venni, mert egészen máshogy reagál egy tini, akinek gyakorlatilag már úgy nőtt fel, hogy a kezében volt egy tablet. Tudta, hogy például mit kell megnyomni egy telefonon. Hihetetlen, hogy nem magyarázza senkinek, de mégis tudja, mert egyszerűen beépül az agya működésébe az, hogy ezeket hogyan használod, vagy használja. Még én azt gondolom, hogy az idősebb korosztályban egészen más problémák jöhetnek fel. Őket igazából mindegyiknél én azt gondolom, hogy a tudatosítás az egy nagyon fontos pont. Tehát akár beleszokott egy fiatal abba, hogy mit és hogyan láthat mondjuk egy screenen, akár mondjuk van egy idősebb ember, akinek teljesen új és totálisan ismeretlen a terep. Mindenkinél a tudatosítás, ez egy nagyon fontos dolog, hogy én velem mit csinál igazából ez a dolog, és a világ üteme. De a tudatosítás után nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen reakciók lehetnek, vagy mennyire vagyunk egyáltalán magunkkal őszinték, hogy mit hoz nekünk ez az egész világ. Míg egy fiatal nagyon-nagyon a visszacsatolásokra mehet rá, arra, hogy szeressetek engem, minél több tartalmat kiteszek, és léci csak mutassátok meg, hogy jót csinálok. Egy idősebb embernél nem ezek a motivációk, igen, köszönöm, hanem igazából valami megmutatása, és egyébként mindenkinek szüksége van a visszacsatolásra, tehát alapvető emberi tulajdonságunk, hogy a feedbackre szükségünk van. Minél inkább megkapjuk a feedbacket, annál inkább fogjuk azt tenni, ami. Igen. A social media gyakorlatilag erre épül rá. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy az idősebb embereknél ugyanúgy itt megjelenik ez a visszacsatolási igény, csak nem ennyire intenzíven, és talán másféle tartalmat szeretnének akkor már ők átadni, de fantasztikus, hogy mennyire nincsenek tudatában sokszor idős emberek, hogy ezek, amikor én kiteszek valamilyen tartalmat, akkor annak milyen hatása lesz igazából. Olyan, mintha a fiatalok megtanulták volna azt, hogy hogyan mutassunk egy képet tökéletesnek. Igen. Az idősebbek pedig még nem ebben a világban nőttek bele, és nagyon érdekes, hogy ők nem értenek gyakorlatilag ahhoz, hogy egy tökéletes képet mutassanak. Valójában én azt gondolom, hogy talán ez egy jobb dolog, hogy mi nem mindenáron mutatjuk meg azt, hogy tökéletesek vagyunk, viszont a világnak a mechanikája meg a trendjei abszolút afelé tolják, és bele kényszerítik sokszor az embereket,
hogy nagyon tökéletesnek mutassuk, és mutassák magukat bárhol, bármilyen platformon. Beszéltünk erről a három kategóriáról, és úgy gondolom, hogy kategorizálni lehet az élet szakaszokat, vagy az életünknek azon szakaszait, ahol érezzük a negatív hatásait a social médiának, az online felületeknek, de most leginkább a javítom magam, mert nem csak a social médiáról, hiszen én magamból indulok ki, mert általában, hogyha telefonozok, akkor a telefonomon ezt szoktam használni, de nagyon soknak rajta van mondjuk az HBO Go, a Netflix, bármilyen ilyen film, sorozatnézős szolgáltatás, vagy online játékok, ami számomra egy megmagyarázhatatlan dolog. Én soha nem játszottam ezekkel, de nagyon sokan igen, fiúk, lányok egyaránt. És arra szeretnék tőled tippeket, meg tanácsokat kérni, hogy bizonyos szituációkban hogyan próbáljuk meg tudatosabban használni ezeket a készülékeket, amik nekem eszembe jutottak. Az egyik az a munkahely, amikor persze a legegyszerűbb kikapcsolni az értesítéseket, és akkor nem villog, de nagyon sokszor van az, hogy az ebédszünetben az ember ugye inkább néz egy YouTube videót, mert végre arról hallgathat valamit, ami valójában érdekli, vagy akár gondolok a párkapcsolatra, amikor bevisszük mondjuk a hálószobába, és még az ágyban is nyomkodjuk a telefont, ahelyett, hogy beszélgetnénk, vagy az a lelkiismeret furdalás, amit okozni tud nekünk, hogyha szembesítjük magunkat vele, hogy hány órát is töltünk valójában a képernyő előtt, és ez egy frusztráltságot okoz bennünk, hogy ezekre a bizonyos helyzetekre, szituációkra, hogyha konkrét tippeket tudnál adni a hallgatóknak, azt szerintem mindenki nagyon-nagyon megköszönné. Ez nagyon-nagyon szuper. Már a megközelítésed is igazából, hogy praktikumokat adjunk. Viszont előtte, most ahogyan mesélted, vagy kérdeztél, egy dolog jutott eszembe, és igazából erre rá lehet építeni bármilyen praktikumot már. Tehát szerintem nagyon érdekes az a jelenség, hogy gyakorlatilag a telefonunknak a használata az nagyon sokszor valamilyen szorongásnak, vagy valamilyen feszültségnek a levezetéséről szól. Mert vagy, ha nem is feszültségről, de mondjuk az unalom elűzéséről. Mm-hmm. És hogyha ezt tudatosítjuk, hogy ez valójában ez történik, és én ezért kapom fel napjában 20-szor, 40-szer, 70-szer, 80-szor, akárhányszor a telefonomat, akkor utána nagyon-nagyon érdekes, hogy a tudatosítás után én meg tudom nézni az adott területeket, hogy valójában mi történik abban a területben nekem az életemmel, miért érzem magam feszültnek, vagy miért érzem magam mondjuk, nem tudom, egy unalmas helyzetben, és miért vettem fel a telefonomat, vagy miért gondoltam azt, hogy nekem az most egy jobb megoldás, hogy én a telefonomat nyomkodom, mint hogy valami olyannal foglalkozzak, ami a jelenem. És ennek a tudatosítása szerintem nagyon-nagyon fontos, tehát kardinális. És onnantól kezdve, hogyha mondjuk egy munkahelyi dologról beszélünk, nem, én sem azt mondom, hogy minden notification-t egyszerűen mute-oljunk, hanem tényleg szűrjük meg azt, hogy például mikor és kitől és milyen mennyiségben várunk notifikációt, ilyen értesítéseket. Az étkezés és a telefonhasználat az egyik kedvenc témám, mert azért a mindfulnessnek van egy informális gyakorlása, ami pont a tudatos evésről szól, és egytől egyig minden tanítványom eddig, aki ezt gyakorolta velem, egyszerűen ráeszmélt, hogy atya ég, én egyszerűen nem ettem eddig normálisan, és nem az összetevőkről beszélünk itt, hanem arról, hogy hogyan ettem meg azt az ebédet például, vagy hogyan nassoltam például. És amikor az ember azt tudatosítja, ráeszmél, hogy én igazából az étkezésemben sem vagyok jelen, és nem élem meg azt, hogy milyen színe, milyen illata, milyen íze van annak az ételnek, akkor valahogy a tudatosítás után már valószínűleg nem fogja a YouTube-ot választani még pluszban, hogy még inkább elvonja a figyelmét az étkezésről.
De természetesen nem szeretnék demagóg lenni, vannak helyzetek, amikor egyszerűen az embernek jól esik semmire nem figyelni, és azt mondani, hogy igen, én most egy YouTube videót fogok végignézni az étkezésem közben, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy ilyenkor az étkezésre egyáltalán nem figyelünk. Hát akkor valószínűleg ugye a YouTube videóra fogok én figyelni, mert kutatások bebizonyították, hogy a multitasking az nincs. Az egyszerűen nem létezik, bármennyire azt gondoljuk, hogy mi egyszerre csinálunk sok mindent hatékonyan. Nem, mi egy dologra tudunk igazán figyelni, és valószínűleg akkor én a YouTube videóra fogok figyelni, ha én közben ettem. Ugye mindig az ember így a saját életével próbálja ezeket visszacsatolni, és nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy mondtad, hogy nincsen multitasking, mert én nagyon sokszor próbáltam, és mindig erre jutok, erre a végeredményre, de közben picit így kevesebbnek érzem ezáltal magam, mert mindenhonnan azt hallani, hogy hát én ezzel meg azzal foglalkozom egyszerre, és a nők amúgy is több mindenre tudnak egyszerre figyelni. Én viszont hibázok, nagyon sokat hibázok, hogyha egyszerre több mindenre próbálok odafigyelni, és az a baj, hogy közben meg annyi inger ér, hogy folyamatosan kattog ugye az embernek a feje, és cikáznak a gondolatok. Nyilván ezeket kell elcsendesíteni egy picit a befele fordulással, de köszönöm, hogy ezt most megerősítetted, hogy ez nem működik igazából. Abszolút nem működik, és hiába tényleg azt érzi valaki, már az érzés is egy szubjektív dolog, de csak mondjuk emlékezz vissza, biztos, hogy megtörtént veled az, hogy mondjuk beszéltél valakivel, és közben visszaválaszoltál egy chat üzenetre. Valójában a chat üzenetre fókuszál akkor az ember, és nem a vele szemben ülő emberre. És igazából ezzel sincs semmi probléma. Tehát vannak olyan helyzetek az életben, hogy válaszolni kell egy üzenetre. Csak érdemes tudatosítani, hogy ez akkor én kinek adom az igazi figyelmet valójában, és amikor én erre ráeszmélek, akkor sokkal inkább kezdek majd figyelni arra, hogy akár ez lehet egy bántó dolog az velem szemben ülő ember számára, hogy én nem figyelek, és nem adom meg azt a maximális figyelmet, amiért mi találkoztunk valójában. Pont ez otthon szokott nálunk nem is konfliktus lenni, csak anyukám vagy tesóm, ők szokták ezt mindig megjegyezni, hogy én miért nem tudok rájuk figyelni, hogyha üzenetet írok, mert én mindig mondom, hogy nem, én vagy írok, vagy beszélek, és akkor mindig kinevetnek engem, de ez tök jó, ezt úgyis hallgatni fogják, úgyhogy itt van a magyarázata annak, hogy miért nem. Igen. Hogyha egy picit átnyargalunk mondjuk a párkapcsolat témára, akkor ez még egy szenzitívebb terület. Mit tapasztalsz? Ugye a vendégeid elmesélik, hogy ők miért fordulnak hozzád. Neked is megvannak biztos a saját személyes tapasztalataid, illetve látod a külvilágot. Mennyire jelent a párkapcsolatok tekintetében problémát a digitális jelenlét? Jelent problémát, igen, és pont az előbb említett figyelem megosztás miatt. Tehát valójában egy párkapcsolatban akkor érezzük jól magunkat, ha megfelelő szeretetet és figyelmet megkapjuk, és megadhatjuk a másiknak, tehát ez egy kölcsönös áramlás. És igen, nagyon-nagyon sokszor találkozom azzal, hogy gyakorlatilag valaki mondjuk az unalmát, azt szeretné elütni a pötyögéssel. És ez nyilvánvalóan egy bántó dolog tud valakinek lenni, aki mondjuk lehet, hogy időt szeretne tölteni azzal az emberrel, vagy nem érti, hogy akkor ő miért unatkozik, pedig ott van mellette, és valóban meg lehetne tölteni minőségi programmal, vagy csak az együtt léttel. Szóval itt érdemes azért tényleg arra időt és figyelmet szánni, hogyha én valakivel együtt vagyok, akkor mennyi figyelmet és mennyi időt szánok valóban rá. Csak fizikálisan vagyok ott, vagy mentálisan és a szívemmel is.
És a mindfulness ez tényleg ezt tudja megtanítani, hogy ráeszmélünk, hogy nagyon-nagyon sokszor egy ilyen úgynevezett robotpilóta üzemmódban van az ember, hogy a teste az valahol ott van a jelenben, de a feje az egészen máshol jár, vagy a múltba, vagy a jövőbe elszökik. És hogyha egy applikáció használatáról beszélünk, akkor is arról szól ez az egész történet, hogy lehet, hogy az én testem az éppen a fotelben vagy a kanapén fekszik, de a fejem az valahol egészen máshol van. Tehát valójában ez nem az igazi jelenem nekem, mert az igazi jelenem az egyszerűen az, hogy én fekszem ott a kanapén és lélegzem. És hát visszatérve szerintem az emberi kapcsolatokra, mert nem gondolom, hogy csak a párkapcsolatban jelenthet ez problémát, a figyelem megosztása, annak a tudatosítása, hogy én mennyire vagyok jelen az emberi kapcsolataimban, az igenis tudna javítani nagyon-nagyon sok helyzetet és megélést, mert szerintem a kapcsolatokban a megélés az a legfontosabb momentum, hogy én feléd szeretnék fordulni, én neked megnyílok, és nem várom azt, hogy tökéletesen megértsd az én világomat, mert abban én vagyok. Csak próbáld meg, és én is megpróbálom a te világodat megérteni. És hát azért valljuk be, hogy ez egy sokkal inkább energiát igénylő folyamat, és sokkal könnyebb egyébként megfogni a telefonunkat és pörgetni, vagy egy játékot játszani, vagy akár más emberek életét figyelni egy social media csatornán, de érdemes tényleg tudatosítani, hogy miért szököm el a valóságomból, és hogy lehetne visszaszökni a valóságomba, ha én ezt szeretném valójában. Most én nagyon-nagyon nyers módon igazából arról beszélünk, hogy minden esetben egy önanalízis a megoldás, aminek a folyamata az már lehet ugye sokkal komplexebb, ezért vannak olyan szakemberek, mint te, akikhez technikákért tudunk fordulni, és támogatnak minket ebben, de a végeredménye az leegyszerűsítve az, hogyha tényleg evés közben telefonozunk, hogyha a helyet, hogy a partnerünkkel megosztanánk az aznap történéseit, inkább a 86. sorozatot nézzük, vagy hogyha barátokkal való beszélgetés közben is pötyögünk, a lényeg az, hogy picit elgondolkodjunk azon, hogy ezt vajon mi miért is tesszük, és hogy melyek azok a területek vagy pontok az életünkben, ahol ilyen kis akár nagyobb, akár mikrotörések vannak, amiket ezzel próbálunk meg kipótolni. Pontosan. Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy gyakorlatilag ezeket a csatornákat miért használjuk. És valójában ezek ilyen kis jutalmakat adnak nekünk. És ezt azért mondom, hogy ilyen jutalmakat kapunk ezáltal, mert kimutatták, hogy igazából a dopamin termelés növekszik, miközben használjuk ezeket a social media csatornákat, és a dopamin termelés, nem tudom, hogy tudod, de akkor is termelődik, amikor valaki mondjuk nagyon szerelmes lesz egy új emberbe, és folyamatosan egyszerűen látni szeretné, mert az újdonság ereje hat, és folyamatosan zajlik benne, hogy még én szeretnék valami újat ebből az emberből. Ugyanez a dopamin pörög akkor, amikor én egyébként az Instagramomat pörgetem, és mert folyton jön pillanatról pillanatra, folyton jön egy újabb és egy újabb élmény, és gyakorlatilag a testem úgy reagál, hogy wow, hát ez nagyon izgi, hát gyerünk, pörgessük. És hát ezért történik az, hogy mondjuk órákon át tudjuk ezeket az egész csatornákat ugye elveszni bennünk és pörgetni, mert a testünk igazából reagál rá. Na most ennek a tudatosítása, hogy valójában nekem ez tényleg ad valami jutalmat,
vagy csak megtörténik ösztönösen valami, és csak az új élmények megérkeznek hozzám, de valójában ezek, feltehető a kérdés, hogy boldoggá tesznek ezek az új élmények, ez szerintem fontos, ennek a tudatosítás, úgyhogy igen, igazat adok neked, hogy így a konklúziót ugye levontad, szerintem minden azzal kezdődik, hogy tudatosítsd, hogy te hogyan működsz bizonyos folyamatokban, hogy működik a tested, milyenek a gondolataid, milyen minőségű gondolataid vannak, és ami legmélyebb, és a mindfulnessben egyébként hát így a sessionök végére eljutunk, hogy az érzéseinkhez úgy kapcsolódjunk, hogy elkezdjünk tényleg élesebben észlelni dolgokat, amik bennünk történnek. Úgyhogy igen, szerintem a tudatosítás az a kulcsmomentum. Még eszembe jutott egy gondolat, mondtad, hogy ugye a dopamin termelés az, ami e mögött áll, és hogy az ember sokszor a könnyebbért nyúl, és mennyivel egyszerűbb egy valamit nézni folyamatosan, és várni tőle, hogy ő megtegye az erőfeszítést, és akkor abból én learatom végül a kis boldogságomat, mint az, hogy beletegyük folyamatosan az energiát, és próbáljunk új élményeket, új ingereket mi magunk generálni, gyártani odafigyeléssel, és ezzel saját magunk és környezetünk mindennapjait is sokkal boldogabbá tudjuk varázsolni, és talán itt tudunk átnyargalni arra a részre, amikor a lelkiismeret felvillan, és nagyon sokszor érzem ezt, hogy úristen, megint, és fel volt írva egy 30 pontos lista, hogy miket kell ma elintézni, mindent vegyesen, onnantól kezdve, hogy a körmömet megcsinálom addig, hogy elküldök egy hivatalos e-mailt, és hogy mennyit pipál ki az ember a nap végére, és olyankor jön a lelkiismeret furdalás, hogy út igen, lehet, hogy nem kellett volna még azt a tartalmat megnézni. Ezek a lelkiismeret furdalások, ezek mennyire hagynak? Mit tapasztalsz mély nyomot az emberben? Azt kell, hogy mondjam, hogy az én tanítványaim az első alkalommal már megtanulnak egy nagyon fontos dolgot, ez az ítélkezésmentesség, és én nagyon-nagyon támogatom őket, hogy bármikor megjelennek ítélkező gondolatok, leginkább ugye önkritikus gondolatok, ezeket próbálják meg egyrészt realizálni, hogy ott vannak, másrészt utána elfogadássá alakítani, és ez nagyon... Az én praxisomban igazából azt látom, hogy ez szépen lassacskán megérkezik az emberek életébe, hogy én megpróbálok tényleg nem minden pillanatban kritikusan bánni magammal. És igen, tehát megjelenhet lelkiismeret furdalás bárki életében, hogy jaj, hát én most nem vagyok elég hatékony, nem tettem meg ezt, meg azt, jaj, én nem vagyok elég jó, mert azt látom mindenhonnan, hogy mennyi ügyes projekt van, és egyszerűen már megint egy újabb projektet indított el, és uram, atyám, én még el se kezdtem talán ezt az egészet, de ezek mind ítéletek. Ezek ítéletek magunkról, ítéletek másokról, és szerintem nagyon fontos azt kvázi tényleg tudatosítani, hogy ezek gondolatok. És a gondolatok, ahogy az érzések is, csak röpke pillanatokra vannak velünk, és nem mindig a valóságunk egyébként. Uh-huh. Szóval ez nagyon-nagyon fontos szerintem tényleg, hogy rendben, hogy megjelenik mondjuk egy ítélkező gondolat, de engedem azt elengedni? Engedem azt, hogy a következő pillanatban más érkezzen meg? Akár egy elfogadóbb gondolat? Engedem azt, hogy nem arcangoljam állandóan magam, hanem csak szeretettel elfogadóan nézek magamra, hogy igen, hát a mai napom az így sikerült. Biztos, hogy történik azokban a napokban is olyan dolog, ami jó volt az embernek, és hogyha most az a valóságom, hogy én több órát pörgettem az Instagramot, és egyébként tudatosítom már azt, hogy igen, ez történt, akkor ez a valóságom. Szóval
Szerintem nagyon fontos az, hogy ítélkezésmentesen ezt az attitűdöt behozzuk az életünkbe. Szoktam magamat így önostorozni, de szerencsére nagyon gyorsan el is engedem ezeket. Ilyen a természetem. Én amúgy sem tudok túl sokat mérgelődni, meg negatív dolgokat, negatív gondolatok között élni folyamatosan, mert szerencsére ennél sokkal, sokkal pozitívabb a személyiségem, de nem mindenki, sajnos nem mindenki engedi el ezeket annyira egyszerűen, úgyhogy nekik igen, ez egy picit nagyobb erőfeszítést igényel. Igen, és ami nagyon csodálatos, hogy nem elég igazából, tehát hogy lehet erről beszélni, de valójában az igazi változás akkor történik, hogyha az embereknek praktikumokat, technikákat adunk, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy amikor mondjuk eljutunk arra, hogy a gondolatainkkal meditálunk, mert hogy van egy ilyen nagyon izgalmas része a mindfulness útnak, akkor annyira jó kapcsolatba kerülünk a saját gondolatainkkal, és nem teszünk különbséget. Megpróbálunk nem tenni különbséget a kellemes és a kellemetlen gondolatok között, akkor valahogy elindul tényleg egy változás, hogy lehet, hogy most egy kellemetlen gondolatom van a fejemben, de ugyanúgy elengedhetem, ahogyan a kellemest is. És amikor elengedem, az egy nagyon felszabadító pillanat. Megtehetem bármelyik pillanatban. Kezdünk lassan az epizód végéhez érni, és pont, hogy te is felhozod a praktikumokat, ez lett volna így a mindfulness-el kapcsolatban a záró gondolatom, hogy a végén mindenki szeret exakt dolgokat kapni, akár csak azért, hogy elindulhasson ezen az úton, mint azt ugye említettük többször is, ez egy hosszú folyamat, és ehhez lehet olyan szakembereknek a szolgáltatásait igénybe venni, mint te. De azoknak, akik tényleg most csak ismerkednek ezzel a metódussal, hogyha tudnál adni nekünk mondjuk 3 tippet, 3 praktikát, hogy hogyan tudják sokkal jobban kihasználni a pozitív jelenlétüket a digitális platformokon, illetve hogy tudják detoxifikálni magukat a károstól. Azt szerintem mindannyian nagyon-nagyon-nagyon megköszönnénk. Ez jó. Lehet, hogy még több lesz, mint 3. Oké, akkor jegyzeteljetek. Igen. Hát elsőként, amit szerintem hazavihet mindenki, az tényleg, amiről ma nagyon sokat beszéltünk, hogy kezd el tudatosítani, hogy te ki vagy ebben a folyamatban, és hogy érzed magad mondjuk azelőtt, hogy te felkapod a telefonodat, és hogyan érzed magad utána. Mi történik? Miért tetted ezt? Ez tényleg nagyon-nagyon fontos szerintem. A másik tippem az mindenképp az értesítőkről szólna, mert nagyon-nagyon veszélyes szerintem, hogy folyton szétaprózódik a figyelmünk a sok-sok értesítésnek köszönhetően, és hogyha megtehetjük, hogy nem is az, hogy teljesen kapcsoljuk ki az értesítést, de szűrjük meg, hogy kitől, melyik platformból kapunk értesítést, és akár milyen időszakban. Mm-hmm. Tehát mondjuk este már beállíthatjuk nyugodtan, hogy ne jöjjenek értesítések. Szóval próbáljuk meg szűrni azt, hogy hányszor engedjük meg, hogy a figyelmünket a valóságunkból kiszakítsa egy értesítés. A harmadik tippem az mindenképp az alváshoz kapcsolódna, mert én azt látom, hogy komoly változásokat eredményez igazából a telefon használata az agyunkban is, és igazából érdemes már az alvást, a pihenés időszakát már tudatosítani, hogy ez ne arról szóljon, hogy impulzusok érkeznek hozzám, hanem egy pihenés fázisba készülök átlépni. Úgyhogy bármennyire nomád módszer, de én buzdítanék mindenkit, hogy váltson át analóg órára, ébresztő órára, és például kezdjen el megbarátkozni a gondolattal, vagy csak az ötlettel, hogy mi történik, ha mondjuk a telefonja nincs mellette folyamatosan, amikor alszik. Mert
Mert ez például egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, hogy igazából a telefonunkkal fekszünk, és a telefonunkkal ébredünk, mert ott van mellettünk, és hogyha nincsen ott a közelben, akkor biztos, hogy hát egy kicsit késleltethetjük azt, hogy mi elkezdünk például rögtön az Instagram feedünkre fókuszálni, hogy hány like érkezett, és ki kommentelt, és ki írt nekem már akkor, amikor én egyébként rég aludtam. Igen. Szóval érdemes például ezt is, hogy például lefekvés előtt egy fél órával próbáljuk meg letenni azt a telefont, és hogyha megtehetjük, akkor ne a fejünk mellett legyen az a telefon, hanem mondjuk tegyük le, nem tudom, az egyik asztalra, és engedjük meg, hogy egy teljesen analóg ébresztőóra ébresztem minket reggel. Az, hogy a telefon a fejünk mellett legyen, az engem nagyon könnyen megy, mert én hiszem azt, hogy ezek a rádiófrekvenciák, ezek ártanak nekünk, és van benne mindig egy olyan félsz, hogyha így a felső testem mellett van a telefon, mindig megpróbálom, hogyha ott van az ágyba esetleg, akkor a lábamhoz rakni, nyilván ugyanúgy közeli távolság, de tudod, ez a placebo hatás. Viszont azt megpróbáltam már én is többször, hogy kivittem a szobából, vagy az asztalon hagytam, és sokkal nyugodtabban alszom olyankor a tudat miatt, a tudatosság miatt, hogy én most tettem azért, hogy anélkül aludjak el, hogy ott van mellettem, hogy lássam, hogy világít, még ha nem is nézek rá, de hogy megjelenik az a notifikáció, úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos tipp. Köszönöm. Elérkeztünk az epizód végi három visszatérő kérdéshez, ami közül az első az az, hogy kislánykorodban ki volt a szépség inspirációd, vagy esetleg tiniként? Wow! Nekem igazából nagyon érdekes, hogy soha nem voltak ilyen ikonok a fejemben, de nagyon érdekes, hogy emlékszem, óvodás koromban volt egy női kép a fejemben, amit emlékszem, hogy leírtam a konyhában állva édesanyámnak, hogy én milyen nő szeretnék lenni, és pár évvel ezelőtt jött fel ez az emlék, és meséltem ugyanúgy az édesanyámnak, hogy valójában én ilyen nővé váltam. Sikerült, de jó. Igen. És tényleg mind fizikai kinézetben, mind inkább ott egy ilyen önbizalomteljes jelenlét volt, persze úgy, ahogyan egy óvodás kislány meg tudja ezt fogalmazni, de hogy nagyon jó volt ezt így látni, hogy nekem már akkor volt valami, nem tudom, hogy honnan jött az a kép, de emlékszem, hogy mondtam édesanyámnak, hogy én ilyen nő szeretnék lenni. És jó, igazat megvalva egyetlen egy változtatással, hogy én akkor azt gondoltam óvodásként, hogy ügyvédnő leszek, és nem lettem ügyvéd. A második kérdésem az, hogy van-e otthonról hozott szépségpraktikád, amit esetleg édesanyától, nagymamától kaptál? A pirosító használata. Pont a mai reggel is eszembe jutott egyébként, hogy mondta anyukám, hogy ha egy nagyon picit az ecsetet nedvesíted, akkor sokkal tartósabbá válik a pirosítód, és ma egy nagyon picit vizes volt egyébként véletlenül a fogkefémtől az ecsetem, és eszembe jutott ez, hogy így mondta nekem. Valójában nagyon érdekes, hogy engem mindig a természetesség felé tereltek, és mindig is valahogy soha nem volt az jelen az életemben, hogy nem tudom, a nők az a családban ilyen nagyon erősen mondjuk festették volna magukat. Mindig volt pirosító egyébként anyukámon, vagy hát inkább bronzosító, mert az ő bőre nem ilyen porcelánbőr, mint az enyém. Neki jobban áll a bronz szín, de hogy ez mindig volt, és már kamaszkoromtól kezdve igazából nem mondta, hogy sminkeljem magam, egyáltalán nem mondta, de a pirosító az első sminktermék volt, ami egyébként így megjelent.
Úgyhogy igen, hát nyilván a krém használat, hogy minden nap adjunk valamit a bőrünknek, ez jelen volt, de ha őszinte szeretnék lenni, mióta mindfulness-szel foglalkozom, azóta tekintek a szépségápolásra egy egészen másként, szóval nagyon sokszor szoktam mondani ezt a mindful beauty témát, hogy én azóta tekintek valahogy egy ilyen gondoskodó aspektussal erre az egészre, hogy én valóban adok magamnak. Az utolsó kérdésem az, ami szerintem a legjobban közel áll hozzád, és ahhoz, amit képviselsz, az, hogy mit jelent Réka Ibolya számára a tökéletes én nap, amikor teljesen fel tudsz töltődni? Ez tényleg jó. Hát akik közel állnak hozzám, azok tudják, hogy én viszonylag több időt töltök magammal, úgyhogy, és én ezt fontosnak is tartom, hogy hiába vannak nagyon szuper emberek körülöttem a családomban, vagy a baráti körömben, nagyon fontos az, hogy magunkkal megfelelő időt töltsünk. Az biztos, hogy egy hétvégi napot tudnék akkor így kiemelni, ami tényleg csak rólam szól. De most, hogy így kimondom, azért rögtön eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem, amikor magánórákat adok az embereknek, mert hiába a figyelmem másfelé megy, és rájuk fókuszálok, de fantasztikus dolgok teremtődnek meg, és együtt teremtünk valami nagyon jó dolgot, amit egyébként jelenlétnek hívok nagyon sokszor. De visszatérve önmagamra, a meditáció biztos, hogy benne van. Én ugye reggel és este szoktam meditálni. Hétvégente sokkal hosszabb meditációkat. Van olyan nap, amikor nagyon szeretnék regenerálódni, hogy napközben is egy ilyen 40-50 perces relaxációval egybekötött meditációt tartok magamnak. Most már abszolút csöndben magaddal meditálsz, vagy még szoktál vezetett meditációkat is hallgatni? Bevallom, hogy nagyon sokszor meditálok magammal, a saját hanganyagaimmal, mert azokat biztosra tudom, hogy nagyon jók lettek, de nagyon szeretem azt, hogyha nem történik semmi, és gyakorlatilag ezt a mindfulness úgy hívja, hogy választás nélküli tudatosság, hogy úgy gyakorolsz, hogy igazából engeded, hogy a jelen pillanatodban megjelenjen bármi, és csak létezel a gondolataiddal, a testeddel, az érzéseiddel. Úgyhogy a meditáció az egy nagyon-nagyon fontos pont. Egy jó beszélgetés akár a család bármelyik tagjával, akár egy jó baráti beszélgetés, az szerintem nagyon-nagyon tudja emelni az emberi lelket. És hát nekem elmondom, hogy nekem az úszás. És a gőz és a szauna és egyben egy ilyen rituálé, ez számomra, ez nekem nagyon fontos. Én heti többször egyébként eljárok, és sokszor van az, hogy egyébként én elhívok valakit, de hogyha így arányaiban nézem, akkor inkább egyedül megyek, mert az tényleg rólam szól. Igen. És ha már digital detox, én oda nem viszek egyáltalán telefont, ott csak vagyok. Igen, ott amúgy nehéz is lenne megoldani, hogy ott legyen. Igen, hát ez egy elég jól hangzó én nap, sok-sok meditáció, úszás, szauna, igazi wellness nap akkor. Igen, igen, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy ennyi mindent megosztottál a mindfulnessről, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak felkeltetted az érdeklődését, és egy picit jobban bele fogják ásni magukat ebbe a témakörbe. Én is szívből köszönöm, és hát egyrészt gratulálok neked a podcasthez, másrészt pedig várok szeretettel tényleg minden érdeklődőt a privát óráimhoz. Ez természetesen meg is lesz osztva az elérhetőségeid, feedet, stb. Úgyhogy keressétek Réka Ibolyát. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok, találkozunk 2 hét múlva.